A visegrádi csoport tagjai és három külsős ország elemző szakemberei tartottak konzultációt Hévízen. A V4-ek képviselőin kívül Ausztria, Szlovénia és Horvátország küldötte azért érkezett a fürdővárosba, hogy megvitassák az aktuális külpolitikai kérdéseket, valamint az Európa politikai témákat. A delegációt Papp Gábor fogadta. Hévíz polgármestere szerint a városnak megtiszteltetés, hogy itt szervezték meg a tanácskozást. Hévíz városának a híre a turizmuson belül, illetve azok a külkapcsolatok, amit Hévíz városa kialakított az elmúlt 5 évben, azok hozhatják ezeket a fajta eredményeket, hogy ehhez hasonló rendezvényeket itt szerveznek meg, illetve ide hozzák el azokat a vendégeket, akik ezeken a konzultációkon vagy hasonló konzultációkon részt vesznek, hiszen már nem ez az első esemény, volt már ilyen nemzetközi esemény Hévízen, akár üzletember találkozóról beszélünk, akár hasonló nemzetek közötti konzultációról. A találkozón Magyarországot Szesztai Ádám, a külgazdasági és külügyminisztérium főosztályvezetője képviselte. A találkozó előtt elmondta, hogy sokan szeretnének csatlakozni a visegrádiakhoz, de a formáción a tagországok nem változtatnak. Létezik azonban egy V4 plusz formátum, ami azokra az országokra terjed ki, akikkel a V4-es körön kívül is lehetséges szorosabb együttműködés. A jelenlévő három külsős ország olyan partnernek számít, akikkel rendszeresen tartanak találkozókat. Célja általában véve a visegrádi együttműködéseknek, a Visegrád plusz együttműködéseknek a közép-európai országok közötti együttműködés, illetve a közép-európa és más térségek vagy más nagyobb, jelentősebb partnerek közötti konkrét együttműködések az elősegítése. Ami most itt konkrétan történik, ez a külügyi tervezőknek a találkozója, tehát akik arról gondolkodnak a saját országukon belül, hogy merre tart a saját országuk külpolitikája, mik a külpolitikának a stratégiai irányai. A tervező-elemző szakemberek zárt ajtók mögött tanácskoztak, a konzultáció eredményeit munkájuk során hasznosítják majd.